Szeptemberben 21 taggal alakult újjá a Fidesz-Paksi csoportja. A napokban a tagság új belépőkkel bővült, ez változást hoz a szervezet önkormányzati képviseletével kapcsolatos munkában. Kovács Sándor személyében és Szabó Péter személyében kettő olyan meghatározó egyéniség, aki a Lokálpatrióták Szövetségét is erősíti, belépett a Fidesz-Paksi szervezetébe. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy a két szervezet szorosabbra fűzi az együttműködést, és nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy ettől kezdve a Fidesz-Paksi csoportját két képviselő fogja megjeleníteni a képviselőtestületben. A Lokálpatrióták kettős tagságot határozott el, és több tagja, köztük én is beléptünk a helyi Fidesz szervezetbe, és hát jövőben szorosabbra fűzve a városért fogunk dolgozni együtt. Jelenleg 25 taggal működik a Fidesz-Paksi csoportja, a közeljövőben újabb tagok felvételéről dönt a szervezet elnöksége, és vannak, akik aktivistaként segítik továbbra is a munkát, tájékoztatott Bordács József. Az alelnök azt is bejelentette, hogy kezdeményezni fogják a Fidesz frakció megalakítását.